Minden rendben volt? Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger. Vous avez un appel entrant. Puis-je vous le transmettre? Oui. Merci. Hotel előtt várlak. Maga még mindig áll bűnjön. Köszönöm, miniszter úr. Van valami hír a számomra? A személyes anyag elég meggyőző. Akkor fel vagyok véve. Nem fogjuk elkapkodni a döntést. Köszönöm, elment. Köszönöm, miniszter úr. Elnézést, Sarkodi úr? Igen? Mostantól a doktor úr fedőjében alatt fog jelenteni. Azt a feladatot vízzük őre, hogy férkőzzön egykori mentora, engem, professzor bizalmába. Hogy megtudjuk a magyarországi kapcsolatait. Persze, spontán. Le kell nyomnunk ezt a rohadt antifasizmust. Az ezredes úrnak is tetszik az ötlet. Figyel, doktor úr! Igen. Akkor követni fogjuk az utasításokat? Természetesen.
Elnézést. Ifjabb Sarkadihoz van szerencsém? Az vagyok. Maga ki? Kalapos, szolgálatára. Az ezredes küldött. Mikor érünk már oda? Nem sokára ott vagyunk. Engel professzor urat keresem. Sarkadi vagyok. Itt nincs semmiféle professzor. Köszönöm szépen, elnézést a zavarásért. Ismét én vagyok, a professzor úr régi tanítványa. Kit hagyta magát? Csak látogatóba jöttem a kollégámmal. Várjon egy pillanatot. Halló, Sarkadi, tényleg maga az? Hogy kerül maga ide? Látogatóba jöttünk, professzor úr. Emlékszik még rám? Abban a helyzetben nem volt más lehetőségünk, csak az emigráció. Drágám, igazán kedves, hogy gondoltál ránk. Uraim, bemutatom a feleségemet, Juliettet. Budapestről jöttek? Mik a hírek? Inkább kávét innának? Nem, köszönjük, a tea tökéletesen megfelel. Ugye nem szavarna önöket egy kis szele? Köszönjük. Uraim, foglaljanak helyet. Szóval, mi azt akartuk, hogy mindenki megtudja, hogy mennyire megvetjük azt a rendszert, ami miatt annyit kellett szenvednünk. Szép szavak, de nem érnek semmit. A maga és a magukhoz hasonlók már rég eltűntek. Én pedig fasiszta lettem. Maga fasiszta? Sarkadi. Ugye már a meggyőződéses fasiszták nem így beszélnek. Megissza még? Doki kell.
Az ezredes meg lesz elégedve.